Kedden újra megnyitották a katániai repülőteret, amelyet egy nappal korábban az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A szicíliai tűzhányó továbbra is aktív, több száz kisebb földmozgást regisztráltak a nap folyamán. Reggel 9-kor kezdődött, attól kezdve egy sor földrengés volt, több mint 300. Legtöbbjük kismélységben, a vulkán csúcsának kráterei körül. Később a tűzhányón már mindenütt észleltünk rengéseket, különösen a Bove-völgy déli határánál. Mesélte el a kitörés eseményeit az Etna Catániai Megfigyelő Központjának munkatársa Eugenio Privitera. A legerősebb rengés 4,3-es erősségű volt. A károkat egyelőre nehéz felbecsülni, de sérültekről nem érkezett hír. A vulkán legutóbbi 2011-es kitörésekor 7 millió tonna széndioxid került a levegőbe.